Ha nyár, akkor nyári tábor, hiszen számos gyermek számára jelenti a vakáció alatti legizgalmasabb napokat a különböző turnusokban szervezett táborozási időszak. Nyíregyháza önkormányzata idén is közel 3000 gyermek számára biztosít kedvezményes részvételt különböző táborokban, mondta el Jászai Menyhért alpolgármester. Én úgy érzem, hogy Nyíregyháza város magasra tette a lécet, és igyekeztünk mindenféle nehézség ellenére, legyen az pandémia, vagy akár a rezsiválság, ezt a színvonalat tartani. Ez konkrétan azt jelenti ma Nyíregyházán 2023-ban, hogy a nyári napközös táborok és a szigligeti bentlakásos táborhoz, a kettőhöz együttesen közel 90 millió forintot költségvetési támogatásra az önkormányzat. Ennek fejében a városban 1600-1800 gyerek tud részt venni ingyenesen, térítésmentesen napközis táborba. Itt a városban 6 helyszínen, 6 tartalmas programmal, és ugye Szédigeten pedig a nyár folyamán közel 1000 gyerek a bentakársas táborunkban. Tehát nagyon fontos az, hogy az átfedéseket nem számítom, ez közel 3000 gyereket érint. Az önkormányzati napközis táborokban való részvételért nem kell fizetni, mivel az a nyíregyházi lakosok számára térítésmentes, viszont a gyermekek napi háromszori étkezéséért igen, ami 10 000 forintba kerül turnusonként, tette hozzá Jászai Menyhért. Az alpolgármester hangsúlyozta, azok a diákok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, a táborozás ideje alatt is jogosultak a kedvezményekre. Nagyon fontos az, hogy akinek évközben részben vagy teljes mentessége van, tehát egyáltalán nem fizet étkezési térítési díjat, vagy csak 50%-ot, ezt a kedvezményt viszi magával a táborba, ott se fog fizetni. Tehát ez nagyon fontos. Aki igényli, három tábor esetében két útvonalon szállítást is biztosítunk, ezért a szállításért fizetni kell, egy turnusban 5000 forint, hogyha valaki buszosztatást igényel. Egyébként pedig egyénileg meg lehet közelíteni a táborokat. Tehát én azt gondolom, hogy Nyíregyháza jelentős önrészt és jelentős saját erőt investál be a táborokba, ahhoz, hogy a korábbi táboroknak a színvonala mind a létszáma megmaradjon, sőt, mindig igyekszünk újításokat bevezetni. Az idei esztendőben két vadonatúj táborozási lehetőséget indítottunk. Az egyik az élményközpontban Bátori utca, Deák Ferenc utca sarkány élménytábor, biológia, kémia, informatika. Ez a fókusz, aki oda megy, inkább a felső tagozatosok választják ezt a tábort, és a digitális központban pedig robotika és szintén informatika. Ugyancsak a nyíregyházi önkormányzat támogatásával rendezik meg a NyírVV Nonprofit Kft. Üzemeltetésében lévő szigligeti gyermeküdülő nyári táborát, ahová június 18-a és augusztus 30-a között mintegy 1000 diákot várnak. A táborvezető azt mondta, a turnusokat úgy alakították ki, hogy a gyerekek a rossz időjárás esetén sem maradjanak programok nélkül. Első nap az érkezés, második nap akkor a Sárvár élményfürdő, következő nap a Tapolca Tavasbarlang, szerdán Sümeg Lomagi torna, és csütörtökön délelőtt Szigliget a vár és a Solymász bemutató. Mint itt az elején említettem, hogy a Balatonnak a gyöngyszemének is nevezzék Szigligetet. Ez azért is kapta ezt az elnevezést, mert nincs vasútvonala. Tehát egy háborítatlan környezetben van, egy csodálatos várral, programokkal, és természetesen a Balatonpart, ami nagyon rendezett, és jó idő esetén természetesen minden délelőtt vagy délután van lehetőség a gyerekeknek fürdőzni. A táborvezető hozzátette, a nyári napközis táborok támogatásához szükséges papírokat a szervező pedagógusoknál az önkormányzati táborokra április 12-éig, a szigligeti gyermeküdülő esetében pedig április 17-éig lehet leadni.